Az Arany János Általános Iskolában zárult a Wesley de Capo Alapfokú Művészeti Iskola ünnepi diótörő sorozata. Az intézmény pedagógusai és növendékei az elmúlt hetekben e köré az alkotás köré építették fel az említett sorozatot, amelyet több időpontban, több helyszínen is előadtak. Mindenhol hatalmas sikerrel. Hát nagyon jó érzés itt állni, bár azért még egy kis zapszem maradt bennem, hiszen az utolsó előadás még hátra van. A szülők, barátok, rokonok előtt még táncolni fogunk, de hogyha azt nézem, hogy hogyan építkezett maga ez az egész műsor, és hogy hogyan kerültünk ma ide, hogy egy teljes előadást végig táncoltak a gyerekek, és ugye mi felnőttek is, akkor azt mondom, hogy csillagos ötösnél tartunk, de azért még lehet, hogy este fogok egy hatost adni magunknak. Az előadás maga ugye két részből áll, van egy ünnepélyes világ, ahol egy nappaliba tekinthetünk be, megérkezünk Misihez és Marikához vendégségbe, és aztán a darab második része pedig egy álomvilág, ahol az álomban megjelennek a karaktertáncok. Ez a darab legizgalmasabb része általában, ahol a kínai, az orosz, a spanyol és a keleti táncok is megjelennek, majd a darabot ugye a híres rózsa keringő zárja, ahová az összes szereplő beérkezik a színpadra, és így köszönünk el a nézőktől. Dusnokra utaztunk, ott az ottani táncosokkal együtt közösen adtuk elő az elkészült darabot. Aztán a Dózsa mozi elé vártuk a nézőinket a hidegbe, hogy egy kicsit szívet melengessünk. Ott csak a karaktertáncokból táncoltunk elemeket egy beharangozás címénképpen. A polgármesteri hivatalba hívtak minket az ünnepi közgyűlésre, ahol szintén ott már jelmezben szerepelhettek a gyerekek, hiszen egy benti előadás volt. És ugye most itt vagyunk az Arany János iskola tornacsarnokában, ahol az iskolának és az óvodásoknak adtuk elő a darabot. Most már teljes egészében, elejétől végéig táncoljuk a darabot, hiszen a diótörő története úgy kerek egész, hogyha a minden jelenetet belerakunk, és meg is mutatjuk a nézőnek ezeket. Az Aranyiskolában szervezett két bemutatót vendégszereplő közreműködésével adták elő. Naske Fábián Anikó elmondta, testvére azonnal igent mondott a felkérésre. Rajtam keresztül kerültek be az előadásba, azt lehet mondani. A Gyöngyivel még nyáron találkoztunk, és ott merült fel az ötlet, hogy dolgozzunk együtt. Egy közös diótörőt hozzunk létre, és bátyám artista, és párja is artista, így megkértem őket, hogy a keleti koreográfiát készítsék el, és ezzel emeljék az előadás fényét. Fábián Attila számára hatalmas élmény volt az előadás. A szerep, amit sikerült vállalni, amit láttatok, ez egy adagio jellegű előadás mód, ahol együtt dolgozunk, 100%-ban megbízva egymásba. Mikor húgom megkért rá, mi lenne, hogyha beszállnánk ebbe az előadásba, természetesen azonnal igen mondtuk. Soha nem gondoltam volna, hogy merjem azt mondani, hogy 20 év után újra együtt fogunk dolgozni. Mert amit elfelejtett mondani, hogy a Gyöngyivel mi 30 évvel ezelőtt, 25, kb. 25-30 évvel ezelőtt együtt kezdtünk el dolgozni. Ő még a tánctanárunk volt, aztán húgom az maradt a tánc területén. Tánc területén. Én nem mentem tornázni, és így a Szertorna után artista pályára kerültem, mikor ott megismerkedtünk és elkezdtünk együtt dolgozni. És miután megkértre húgom, beszálltunk ebbe a műsorba, és itt vagyunk. Fodor Felícia szerint mindig különleges fiatalok előtt fellépni. Nagyon jó érzés volt, nagyon jól esett a taps, amit kaptunk. Mindig jó érzés ugye emberek előtt, gyerekek előtt fellépni, mert ők sokkal jobban szokták általában élvezni, amit csinálunk, és hát nagyon jó érzés volt, hogy így tetszett mindenkinek. A diótörő tehát az Aranyiskolában is bizonyított. Mindez persze nem jöhetett volna létre a Wesley de Capo Alapfokú Művészeti Iskola közösségének alapos és színvonalas munkája nélkül.